Az Ukkert 2-ben vagyunk, és Bőrdi Andrással beszélgetünk. Még nagyon fiatal kertművelő, hiszen az előbb árultál, hogy 2 éve vette ezt a kertet, és meg is küzdött vele, hogy itt elmondtam, mert miért is kellett küzdeni itt azzal, hogy ilyen szépet lássunk most? Hát lényegében 2011-ben vettem ezt a kertet. Hát 22 éve nem volt kezelve, tehát abszolút semmi, szerintem még ránézve sem. Úgyhogy meg kellett vele küzdeni, hogy ilyen állapotban legyen. Bár még messze van a jótól, de igyekszünk. Miért gondolta azt, hogy beveti és nem hagyja úgy? Tehát miért tartotta fontosnak, hiszen egy fiatal emberről van szó, hogy kertet vásároljon? Hát lényegében nekem ez egy kikapcsolódás, tehát a másik kötődöm is a természethez, szeretem is, és hát erre jutottam. Meg szeretem látni, hogy fejlődnek a növények. És akkor ide most mit veteményezett, mi minden van itt? Hát ilyen hétköznapi dolgok, tehát van benne burgonya, hagyma, hagymában is többféle paprika, paradicsom, palánta, zöldségek, sárgarépa, karfiol, hát ősszel majd lesz brokkoli. Hát próbálkozom ilyen nem szokványos dolgokkal is, hát majd látjuk, hogy mi sül ki belőle. És mik ezek a nem szokványos dolgok, akkor egy-két kuriózumot is találhatunk most a körbenézünk? Hát a karfiol, meg brokkoli, én úgy gondolom, hogy nem olyan sűrűn fordul elő a kertekben, illetve jövőre tervezem a földi cseresznyét, nem tudom, ezt mennyire ismerik. Hát majd én megpróbálom, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Tehát akkor úgy látom, hogy szereti a kihívásokat. Ez egy egészen hosszú kert, ez hány méter hosszú? Ez 140 méter. És hogyan tudta megvalósítani, hogy ilyen szép legyen? Tehát azért napi 1-2 órát kint van, vagy azért még többet? Hát ami szabad idő van, mindig kint vagyok. Kivételezte a nagy meleget, de egyébként amikor szabad idő van, mindig hétvégeken, délután. Tehát amikor csak tudjuk, itt vagyunk. És akkor az öntözést, az sikerült, vagy ezután sikerül majd megoldani? Öntözés folyamatban van egy kút, most jelen pillanatban abból öntözünk. Aztán hát majd próbálunk egy ilyen csapadékgyűjtőt aztán azzal jövőre. De hát ezek még hosszú távú tervek. És mi mindent sikerült már hazavinnie, hiszen azért láttam, hogy a borsóban még van, de már biztos van a fagyasztóban is, de mi mindent vitt már haza? Hát a legkedvesebb növényemet, a hónapos retket, tehát azt nagyon szeretem. Tehát jégsepretket, illetve borsóból már vittünk haza. És akkor mi a kedvenc még? Miből van a legtöbb itt most elvetve? Hát a karfiol van, amik a palántában, illetve a hagyma, de mondjuk tehát azt elrakjuk, tehát az egy évre kitart, így a családnak. Illetve a borsó, az, ami azt is lehet fagyasztani. És akkor mivel kell a legtöbbet foglalkozni, hiszen azért van burgonya és gyümölcsfákat is gondolom, hogy azért majd a jövőben fog telepíteni. De hát itt látjuk azért, hogy az ön mellett lévő kert az egyik része nincs meg, mivel a másik azért az hasonlóan szép, mint az öné. Tehát azért itt a gyomokkal is küzdeni kell akkor egy kicsit. Igen, hát nem keveset. Hát kihívás, folyamatos kihívás, illetve a szomszéddal egyeztetés, amit éppen folyamatban is volt. Tehát így oldjuk meg. És mit remél a versenytől, hiszen fiatal emberként belevágott, hogy ez most egy ilyen tapasztalatszerzés, vagy azért, ha már belevágott, akkor szeretné szépen csinálni, és azért ott a dobogó környékén végezni. Nem szoktam tervezni soha előre. Én általában úgy, hogy amit csinálok, azt mindig szeretném minél jobban. És hogyha egy külső szemlélők nézik, akkor nyilván próbálom még többet beleadni. De nem szoktam tervezni előre. Akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres a idei termés, és minden teremje meg, amit szeretne, és hát akkor majd meglátjuk a szeptember eredményhirdetésen, hogy milyen helyezés sikerült elérnie. Jó, hát köszönöm szépen, hát bízunk a legjobbakban. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Mátyus Imre bácsi kertjében, aki februárban töltötte a 94. életévét, és még mindig maga műveli a kis kertjét. Gyönyörű rózsafái vannak, és az udvaron pedig nagyon sok mindent megtermel még magának. A paradicsomot mindig úgy szoktam, hogy így termelek, palántot veszek, és akkor, mikor ez az első csapat már megpirosodik, veszek hozzá a piacon, és akkor magam kifőzöm azt, olyan 40 üveggel szoktam, körülbelül fél literességgel összeszedem, most nekem ilyen paradicsom gondom nincsen után. Veszek elő egyet, még van minden eset, hogy ányom, megóhajtom, felbontok egy üveget, azt lekortyolok 2 decit belőle, aztán úgy érzem, hogy nagyon jó. Szóval úgy látom el magamat, mi egyen, mondjuk egy férfi ember, ahogy valamennyire úgy, alkalmazkodva hozzá el tudja ezt az asszonyi, hogy mondjam, teendőket tenni. Na, hát tiszta gyúrásra nem fogok süteményt, nem tudok csinálni.
pitét azt meg tudom sütni, meg a palacsintát. Egyéb más, ha sütni kell valamit, akkor mondjuk, ha húst veszek, akkor ezeket mindet meg tudom csinálni. Ilyesmit az van hozzá, ha egyéb nem, paradicsomlé van hozzá. Úgyhogy meg... Hát már gondolom, hogy a medgy is, tetszett itt az előbb mondani, hogy már az is le lett szedve, cseresznye is érik hamarosan. Őszintén megmondom, olyan kiszecskóval, mondjuk így egy ilyen szamarikkal tettem egy-egy kiszecskóval, van vagy 8 vagy 9 zecskóval, az benn van a fagyiba. Na hát aztán azt úgy elő szoktam venni. Meg a szilva, majd a veres szilva, abból is szoktam tenni, úgy, ahogy leszedem, zecskóba, aztán be, azt akkor... Ugye megfagyottan az elvére akár másik évig is, mert még most is kerülne benne biztosan olyan, ami még csörög, mint a diag. Na, hát aztán így tartom magam. Meg almám is sok szokott termelni mindig. Most is nagyon sok van rajta, hogy aztán majd hogy sikerül betakarítani. Nem. Most még most is van almám is. Hát nem sokan már van 8 vagy 10, de még mindig van a ládában. Úgyhogy máma is elszedtem elő, mert mondom, valami gyümölcsöt tennék egy azt. Megnézem, hát látom már, hogy ennek is már van egy kis barnája. Ezt kiveszem, ezt kivágom, valószínűleg megalmázom. Nem mondom, akkor már gyümölcs meg volt. Imre bácsi így lássa el magát. Igen, és itt meg is csodáltuk a kamillát is, hiszen ott az is nő, a kamilla, úgyhogy azt is nagyon sokat tetszik eltenni. A kamillát én nem tudom, hogy került oda, őszintén mondom. Ezek az emberek itt a szomszédban évekkel ezelőtt, ezek mentek mindig kamillát szedni. Adtak nekem mindig belőle. Most egyszer nekem is van ott, azt mondtam, utána húzgáltam kifele az idegeneket, őtet meghattam, azt most már a csíkokban mindenütt úgy beállt, hogy már nekem nem kell annyi kamilla, de azért összeszedem, amikor az időm már most már összekék megint szedni, már most ez a harmadik szüret, már kettőt beszárítottam. Hát világéletében ilyen volt Imre bácsi, hiszen mi már találkoztunk több alkalommal, mindig egy ilyen nagyon gondoskodó volt, Berekfürdőben is nagyon sokáig élt, ott is kertet gondozott, tehát azt hiszem, hogy ez is a hosszú élet egyik titka, nem? Én családban születtem, az én apám az 75 hódfődbe feles volt, meg még a magunkét is csináltuk, ugyan 100 hódfődbe gazdálkodunk. Hát, akkor még csak 7-en, majd 10-esztenében van 8. gyerek is megjött. Hát az már hamarabb elment sajnos. Olyan fél időben, 59-58 éves korában. A többi azt megírta azt a 80-esztendőt, még volt olyan, aki még én nálam. Már nem volt ennyi idő, de 90-et betöltött. Olyan is volt közöttünk, úgyhogy már csak egyedül vagyok meg a 8 gyerek közül. Így aztán életesek jár nekem ott 20. évében, mikor bevonultam katonának, attól kezdve aztán jobban elszakadtam a családtól. De addig ott nőttem fel, ott tanultam meg mindent, amit kellett. Ami a mezőgazdaságban a jószágtartás, az állatoknak a kezelését, egyiket és másikat is, azt mind meg. Hát azt én után, mikor a frontul megszabadultam, szerencsésen nem sebesültem, pedig ott sokan ott maradtak Gordievkába, az oroszok nagyon elpásmoltak bennünket. Na hát aztán én hála Istennek nem sebesültem, után fogságba estem, után úgy kerültem haza. 30 esztendős volt, amikor megnősültem. Akkor kerültem össze a feleségemmel. Az meg 26 éves volt, 4 év volt köztünk. 33 évig együtt bírtunk lenni, utána ők kitanálta, hogy elválik. De hát Imre bácsi azt vallja, hiszen beszéltünk már máskor is, hogy egy jó szomszéd azért lehet, hogy jobb, mint egy rokon. Itt én azt hiszem, hogy nem paraszkodhat a szomszédaira. Tudni azt, hogy fogadja az ember. Aztán, ha bajom van, én is csak oda szaladok. Lássék, hogy átoltság. Hát van nekem is az Ira bátyámnak egy fia, villanszerelő Mátyus lakta reggel utcán. Nem tudom, hát az a bátyámnak a fia. Az is szokott segíteni. Hát most is úgy tettem, hogyha nem boldogulok el a büdös permetezővel, akkor már szalok neki, hát egy villanszerelőnök ez nem munka. Átfúrja, hogy a fene tudja, átdörzsölteti valamivel. Na, hát aztán csak ez nekem nagy gond, mert szerszámom sincs hozzá. Meg úgy reszketnek a kezeim, hogy már abban a savarnak a bevágásába alig tudom beletenni a vésőt, vagy hogy mondjam, a csavarban kipattam belőle rögtön, meg nem is úgy látom már, mint ahogy kéne. Na, hát azt ilyenekkel küzdök. A napjaim így telnek el, hogy
ilyen problémáim vannak. Most az Lajos meg hozzá, vagy Jancsi Tán azt mondja, hozzá fog, meg tudja csinálni. Hát nem tudom, hát ő mégiscsak ugye nem szakmája neki ezen valahol. Úgyhogy megpróbáljuk megoldani. Fog a sikeredni majd. Csak addig küzdködünk vele, még meg nem. Így aztán. Ilyen a mának 95. évében lévő embereknek a sorsa, ha megérik. Nem sokan érik, meg gondolom. Úgyhogy én azt kívánom, hogy találkozzunk jövőre is, élje meg Imre bácsi a 95-et, és azért ne sokat bosszankodjon azon, hogy most épp a permetező romlott el, szép a kertje. Én azt kívánom, hogy legyen még nagyon sok ereje, hogy gondozza, és sikerüljön mindent betakarítania. Szépen köszönöm, de hát, hogy mondjam, azt az ígéretet, hogy majd jövőre is, hát lehet, hogy jó lenne megírni, lehet, hogy nem, ki tudja, milyen állapotban jutok már én addig, nem tudom. Ha lenne a jobb teciklón, ha nem esnék le ábról, hanem elaludnék. Azt szeretném. Sikerül, nem sikerül. A Jóisten tudja, mert én nagyon sokat imádkoztam, most is, meg régebben is. A front megtanított imádkozni, mert ott sok mindent láttam. Sok nyavajgós embert, aki belelőttek már, az ott szemberet, mert nem tudtak érte menni, még a őrözkeresztes katonák se nem tudták vinni kórházba, mert lövés alatt voltunk. Na, hát sok mindent túl kellett élni. Hála jó Istennek, megmaradtam még idáig. Hát én jó egészséget kívánok önnek, és én mégiscsak azt kívánom, hogy ne sokat bosszankodjon, és sikerüljön mindent megvalósítania. Hát ide tessék figyelni. Arról meg vagyok győződve, hogy az a bosszankodás előre nem viszi az embert. Nem viszi. Hát próbálom magamat úgy meggyőzni, hogy valahogy, ahogy én tudom, próbáljam megoldani. Hát most így tudom megoldani, hogy ma János, ha meg tudja megcsinálni, hanem meg hozzáfordulok a villanyszerelő, de annak is még, hogy mondjam, munka kötelezettsége van, mert még ugye munkaképes vagy, hogy mondjam. Így aztán nem hagyhatja utas, jó. Jó egészséget kívánok még egyszer. Köszönöm szépen, hasonló jókat, viszont én is maguknak is mindjárt. Szendrei Kálmán ismét nevezett a versenyre, megnéztük a kertjét, nagyon sok minden van, de gondolom sok minden már a fagyasztóban. Hát már a borsa ott van, mert az ősszel vetettem, olyan, amelyik télálló, mínusz 20 fokig kibírja hó alatt is, abból van 4 kiló lett, az már benn van a fagyasztóban. Hát már a cukinét megkóstolta a család, patiszon is ott van az asztalon, meg itt is vár továbbiakban, hát a paradicsom is kezd már nőni, csak hát még annak idő kell. Van a krumpli is, azt hiszem, hogy igen, elég szép, sok ki kell belőle, meg hát már a másodvetés is van, mert a Borsóhegyre azt ültettem. Konyát már kikelt, fel is van töltve. Karalábé is van, meg hagyma, ezek vannak. És hát gondolom, hogy a családnak ez nagy segítség, viszont tudom tavalyról, hogy amit lehet, azt el is rak, tehát nagyon sok befőttet szokott elrakni. Idén mit rakott már rá? Hát az idén meggyet raktam el, mert még azért, meg hát majd ahogy érik, még a borock, meg a szilva, majd utána azt fogok elrakni. Meg hát itt úgy láttuk az előbb, hogy nem megy semmi kárba, hiszen itt vannak a tyúkocskák, tehát ami esetleg olyan, hogy kiszárad minden, ami nem lehet elfogyasztani, azt ők megeszik. Ez akkor egy ilyen fontos dolog, hogy ők nekik is. Mekkora terület ez? Hát olyan 55-60 négyzetméternyi. És az előbb itt a kisunokája is itt sürgölődött ön körül. Gondolom, hogy azért a gyerekek is szívesen itt vannak és segítenek a papának. Igen, hát főleg a kicsi. De neki is van, az iskolától kaptak vetőmagot, azt hárman összefogott a három kislány, az másik helyen van, de hát ők nem neveztek be. Ha tudtam volna, hogy nem neveznek be, akkor az övé lett volna a kisebbik része a kertnek. És gondolom, hogy azért hallgat is a papára, tehát azért tanácsot kér, hogy mit, hogyan, tehát ön meg szívesen segít neki, gondolom. Meg szeret a papával lenni mindig azt. Ellesi a papa tudományát. Meg hát már tavaly is volt neki virágja, hát ott is ott van két szál virág a teraszon, az az övé, tavaly portolácska volt ott, most
most meg az, meg hát itt van most már a vetemény is, aztán hát az este is patiszomból beloktak, elfogyott az összes, mind szeretik. Tehát akkor a családnak is egy nagy segítség ez, ami itt megterem. A fiaim is, ha előjönnek, na van már patiszom, vagy cukkini viszik. Én azt kívánom, hogy legyen akkor jó a termés mindenből, és akkor sikerüljön a családot ellátni. Köszönöm szépen. Fiatal nevezők egyike Párdás Csaba, aki egy olyan 50 négyzetmétert veteményezett be. Korábban is veteményezett, vagy csak most a verseny kedvéért? Korábban is volt már művelve a kert. Most idén láttuk ezt a pályázatot a Karcagi Hírmondóba, és akkor mondom, megpróbálom, hogy így példát mutassanak magamnak is, meg a többi fiatalságnak is, hogy szerintem ebben rejlik az a jövő, hogy az ember ne szakadjon el annyira a földtől. Bár mondjuk hasznos dolog a számítógép, meg az informatika, internet, de én szűzjegyű vagyok, és az az földjegyű végül is, és én szeretem ezt a kertészkedést is. És hogy megláttuk a pályázatot, na, akkor vettem a bátorságot, mondom szépen, akkor jelentkezek. De hát akkor a bátorságon kívül azért kellett egy kis erő is, hiszen hallottak itt az előbb beszélgették a polgármester asszonnyal, hogy azért sok munka volt ez, mire egyáltalán ilyen helyzetbe hozta ezt a kertet, tehát sokat kellett vele dolgozni. Hát igen, van vele rendesen munka, de most így, hogy szabadságon vagyok, hála jó Istennek, így egy kicsit több időt sikerült ráfordítani, végül is így, most úgy néz ki, ahogy kinéz. Mi minden van itt? Hát azt mondja, hogy kétfajta krumplit lehet találni, volt benne borsó és újhagyma, ugye a borsó és újhagyma az felszedésre került, a hely az ki is lett tisztítva, paradicsomot lehet találni, azt mondja, hogy itt elő szamócát, fokhagymát, lehet még káposztát, akkor zöldséget, egy kis zöldséget, van cékla, uborka, kukorica, csemelkukorica, meg hátul ott majd kis málnás, ha bejön. Így végül is, vagy körülbelül 10 fajta növényt sikerült így elültegetni. De akkor ez a tanuló év akkor, de hát gondolom azért sok mindent, amit már említett, hogy már a fagyasztóban van, azért az segít a családnak is, nem kell a piacról megvásárolni. Igen, persze, nemrég tettünk el valamennyi uborkát a fagyasztóba, akkor a borsó is ugyanúgy a fagyasztóba került, hogy feldolgoztuk. Készítettünk tegnap kovászos uborkát éppenséggel. Na meg a többi, hogy folyamatjával, ahogy érik. Most az uborka az úgy néz ki, az nagyon bevált, úgyhogy én örülök is neki. Szereti mindenki. És hát gondolom az internet világában azért, hogyha elakad valamin, akkor azért utána lehet nézni. Biztos voltak ilyen honlapok, most nem említjük meg őket, de ahol nézegette, hogy mit, hogyan kell csinálni, vagy esetleg ismerősi körben idősebbektől kérdezte, hogyha elakad valamivel, hogy gondolom ilyen tanácsokat is kapott. Igen, persze kaptam tanácsot, legfőképpen a családomtól, mert ők is benne vannak ebbe a fajta munkába, nevezzük annak, de hogyha én megakadok, akkor nincs is közelben segítség, akkor természetesen az interneten hamar rá lehet találni dolgokra, és így megkönnyebbíti dolgomat. Hát én akkor azt kívánom, hogy legyen ez egy hosszú távú dolog, hiszen most akkor belevágott, és akkor az első év az egy kicsit nehezebb, hiszen gondolom ez a tanuló év, de hát akkor kívánom, hogy minden évben sikerüljön megművelni ezt a kertet. Köszönöm szépen!